jó, ahogy a parton rád talált, ez az a szó, amitől mosolyra fakadnál, felidéznénk, ahogy ott ketten ültünk rég, ez csak a miénk, ami a nappal belénk ég. Hová tűnjünk el, hol együtt újra élnénk, és ketten töltjük fel a nyarunk legjobb képét, ott leszünk egyszer. Én újból csak azt kérném, te légy majd a jó, az első és utolsó, az első és utolsó, az első az utolsó, az első és utolsó. Vendégem a zenekarból Peti és Dávid, sziasztok fiúk! Hello! Sziasztok! Hát igazán boldog dalt hoztatok el nekünk, ismerős. Mondhatom azt, hogy ez egy új régi dal, hiszen 10 évvel ezelőtt ezt már megírtátok, viszont akkor még angol nyelvű volt. Így miért van. Vártatok ezzel 10 évet, hogy ezt most így magyarra fordítsátok és átadjátok nekünk? Hát egyébként a fordítás az már korábban megszületett a szövegi részéről, az Ola többet tudna mondani egyébként, mert ő írta. Bár egyébként elég gyakran mostában szoktunk neki segíteni. Egy-két ilyen, mit tudom, amikor van valami szöveges rész, és akkor úgy gondoljuk, hogy ott legyen más, akkor ezek órákat szoktunk erről beszélgetni, hogy mit, hogyan. Azt kérdezted, hogy miért? Találtuk ki, hogy magyarul legyen? Miért 10 év? Mert miért 10 év? Hát azért ez jó. Egyébként ez volt az első sikeres dalunk, nem nagyon rosszul mondtam ezt most. Ez az első dalunk volt, ami egyből siker lett, ezt így kellett volna a mondani. Is igen. És igazából sokan kérdezték már akkor, hogy ugye ez angolul volt, és hogy miért nem csináljuk meg magyarul. Hát egy pár évvel ezelőtt egy lemezen egyébként megjelent már, csak ugye akkor nem volt hozzá klip, stb. És most ezt egyrészt felújítottuk, tehát egy teljesen más hangszerelés kapott, jött Curtis, aki rappel is egy kicsit, és még klipet is forgattunk hozzá. Úgyhogy ennek apropóján vagyunk most itt. Kata! Yes! Dávid, egy picit azt érzem, hogy az eredeti verzió nekem egy picit olyan nem is szomorkásabb volt, hanem melankólikusabb, vagy nem is tudom jól megfogalmazni. Jól érzem, hogy ez viszont, azt biztosan jól érzem, hogy ez egy igazi nyári sláger, egy életigenlő sláger. Abszolút, szerintem egyébként van benne valami ilyen könnyedség, lazaság, valami nyárias dolog, meg szerintem egy egész erős hook van benne a... Igen, ennyi óózás nem volt az eredetiben, ez tény.
Abszolút, és szerintem tehát, hogy ez, hogy a magyar szöveg valószínűleg remélhetőleg a sokkal nagyobb tömeget vonz majd. De látod, ennyit számít egy hangszerelési igen. környezet, tehát, hogy milyen formában van így, meg milyen kabát van ugyanazon a dalon, és tökre megváltozik az egésznek a hangulata. Itt már elmondtad nekünk, Peti, hogy a közönség súlykolta ezt, hogy egy picit, vagy hogy ezt újítsátok meg, és legyen magyarul is. Pár órája jött ki ez a dal, nagyon friss még. Milyen visszajelzések jöttek ez idáig? Biztos azért olvastátok. Hát akár iszed, akár nem. Tehát, hogy ennyi idő még nem volt, tehát ide is kellett érni, még egy koktélt is el kellett fogyasztani. És nem fért bele, hogy gyorsan megnézitek, hogy nagyon imádjuk ezt a dalt, mert szerintem ilyen visszajelzések hát egyébként jöttek. Ez szokott lenni most, hogy egy Facebook közösségből nem fogok kiindulni, mert lehet, hogy ezzel mi vagyunk erő, de ritkán írnak rosszat. Vagy azok nézik, akik szeretnek. Akik szeretnek benneteket. És ti pedig szeretitek Curtist. Hogyan került ő a képbe? Majkával már dolgoztatok együtt, ők kéz a kézben járnak. Hogyan jött Curtis? Hát egyébként mi amúgy is szeretünk vendégművészekkel dolgozni, ez nem az első alkalom, hanem szám szerint a 47. Nem tudom. Szinte azt lehet mondani tényleg, hogy minden más titulomban van valaki. Szeretjük a külső inspirációt, tök jó, hogyha ha rappelnek a dalainkban. Mi annyira nem szoktunk, ezért felkérünk ilyen rappereket. És milyen volt a közös munka vele, Dávid? Figyelj, szerintem tök jó, ugye a klipforgatás is baró volt, előddel is, tehát hogy folyt az egész, úgyhogy... Életünk legjobb klipforgatása volt, a következőképpen történt, mindenkit lefényképeztek szemből, oldalról, profilból, még egyszer szemből mosolyogva is kész volt, és ugye ez egy ilyen grafikus montás klip tulajdonképpen, ami ugrál össze-vissza, úgyhogy ót még kellett mondani, bocsánat, hogy óart. És császár előtt készítette ezt a videóklipet. Így van. Miért pont rá esett a választásodok? Dolgoztatok már vele? Vagy ez volt az első alkalom? Vagy mi volt itt az alapkoncepció? Mennyire szóltok bele például, amikor a klippeket forgatjátok? Most ez egy kirívó eset, mert ilyen még mondjuk nem volt, hogy animációs. Ez a klip, hogyha megnézi valaki, ez egy ilyen műfaj. Tehát igazából, amikor így ilyen képekből összerakott, teljesen egymáshoz oda nem illő szürreális hülyeségek tulajdonképpen sorban, és az előd jelezte, hogy ő egyébként készít ilyeneket, és hogy tök szívesen próbálkozna egyet. Megláttuk, megtetszett, megszerettük, rövid forgatás, ugye, ahogy mondtam, gyorsan végeztünk, úgyhogy csak csupa szimpatikus dolog sorban. Abszolút. Beindult a koncert szezon, a fesztivál szezon, például most hétvégén Szlovákiában voltatok egy fesztiválon. Milyen érzés volt újra színpadon lenni, milyen érzés volt a turnébuszban lenni? Nagyon jó, egyrészt ugye a Szlovákia hozzám közel áll, nagyon jó érzés volt ott lenni, és végre emberek is voltak, tehát ugye nem csak a kamerák előtt adott esetben egy üres térnek játszottunk, hát ezért élünk. Mennyire izgultatok, mert több zenekarral beszélgettem már így a nagy kihagyás után a koncertszezonban, és azt mondták, hogy szinte azt érezték, hogy így mint hogyha az első pár koncertjükön lennének, egy kicsit féltek attól, hogy bírják-e majd a tempót, mert azért most így hirtelen a stúdiózásból akár egy másfél órás koncertet végig kell tolni. Hogy bírtátok? Fura dolog, ez egyébként nagyon könnyen ki lehet esni ebből, tehát nem is gondolnám én is, hogy ez milyen aerobik egyébként ugye hétről hétre, és hogy ezt nem csinálod jó sokáig, akkor utána sokkal megterhelőbb, mint amikor ugye benne vagy minden alkalommal. Úgyhogy ez a része ilyen. Az, hogy most tényleg egyébként most kifejezetten szombaton rengetegen voltak a koncerten, és az nagyon-nagyon jó hatással van szerintem mindenkire. Óriási érzés volt tényleg megint egy ilyen plusz töltés, és nagyon remélem, hogy ez a nyáron azért még így marad. Például augusztus 5-én ott lesztek a Budapest Parkban. Azért a parkban fellépni mindig egy nagyon jó dolog, hiszen rengetegen ott tudnak lenni. Hogyan készültök erre? Hát ugye Majkával volt egy közös dalunk tavaly, ami nagyon szép sikereket ért el, és akkor ennek kapcsán jött a felkérés, hogy akkor aznap játszunk mi is a parkban, amikor ő van. Ennek fogunk eleget tenni. Mit akartál mondani, Dávid? Biztos nagyon jó lesz. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. További sok sikert. Köszönjük szépen. Nagyon-nagyon jó bulis nyarat. Köszönjük. Sziasztok.